Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. itt a szubzsáner. A vagy a kedvenc könyves műfajom, az kifi. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a szubzsáner 15. része, a mikrofonnál Magyarós István. És mai beszélgető társam, mint általában, szintén Josi, Szia Jozi! Szia, üdvözlök mindenkit! És mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, szeretném gyorsan felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy lehetőségetek van támogatni minket a patreon.com per paralaxis oldalon keresztül. Ezzel is segítitek a munkánkat, a műsorok elkészültét. Még egy kis plusz, aki előfizet, az a paralaxis részeiből egy hosszabb és jobb változatot is elérhet a Patreonon keresztül, úgyhogy kérünk titeket, ahogy lehet támogassatok minket. És utána ezen a kis rövid közszolgálati híren, hogyha túl vagyunk, akkor kezdjünk is bele a mai beszélgetésünkbe. Erre a napra azt hiszem, mondhatom, hogy megint egy olyan könyvet hoztunk, ami egy ilyen közös megegyezéses dolog volt. Josi is, ismerted is a könyvet, meg, meg úgy, úgy tudom, hogy jó véleménnyel is úgy voltál a, a könyvről. Kifejezetten. Úgyhogy ebben nem volt, nem volt köztünk egyet nem értés, hogy akkor beszéljünk vagy ne beszéljünk róla. Úgyhogy a mai könyv, ami nem is egy könyv, hanem egy sorozat, Márta Wellsnek, az Öldöklő Naplók magyar címe a sorozatnak. Azt lehet tudni a könyvről, hogy az első része viszonylag rövidek, tehát hogy én inkább kisregénynek tudnám nevezni őket, mint, mint regénynek, vagy a mai, legalábbis a, a, mai időkben szokásos 4 500 600 oldalas monstrumokhoz képest kifejezetten rövidek, tehát egy-egy rész, egy olyan 150-160 oldalt, hogyha, hogyha van, tehát hogy kifezetten kis könnyed rövid olvasmányok, és az első részével nagy sikert aratott annó az írónő, tehát elvitte akkor a, hugó díjat, nebula díjat, locus díjat, tehát hogy amit lehetett uh, ilyen nagyobb nemzetközi uh, Sci-fi díjakat, azt mindent bezsebelt vele. Még azóta is, 2021-ben a legjobb sorozatnak uh, járó hugó díjat is elvitte uh, az Öldöklő Naplók. Magyarországon eddig csak négy része jelent meg, de hogy még van három további, tehát egyelőre hét résznél tart, ha jól tudom a sorozat. Nem tudom, hogy lesz-e még folytatása, majd meglátjuk. Nem csak nekünk tetszett a könyv, úgy általában jó volt a fogadtatás. Hozott, főleg az első rész, amikor az ember először kézbe vette, akkor egy eléggé olyan olyan meglepő volt. Nem tudom, neked mi volt a, a, az első benyomásod, amikor úgy elkezdted olvasni, a, és az első pár oldalon túljutottál. Tipikus, ilyen szempontból tipikus amerikai regényről beszélünk, tehát egyből belecsap a lecsóba, ez is nincsen ilyen hosszú felvezetés, hanem egyből actionben találjuk magunkat. De hogy neked mi volt a véleményed, amikor úgy, úgy, úgy elkezdted olvasni az első részt, Hát már ez régebben volt, ugyanúról olvastam, de ha minden igaz, ha jól emlékszem, volt erős meglepődés, tehát, hogy, hogy valamilyen irányba indult a történet, és számomra egy ilyen elég a csavar volt benne. Tehát kifejezetten ö, érdekes volt. Szeretem azt, hogy ha nem annyira egysikú meg, tehát, hogyha meglepődök egy történeten, és hát ez, 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 ilyen volt. Kifejezetten, kifejezetten tetszett, kifejezetten tetszett az, hogy ugye azért elég komoly témákról beszél, vagy komoly problémák, gyilkosság, meg halál, ilyesmik merültek fel, mégis volt benne humor és ártatlanság. Tehát, hogy en, ezek a, ez az elegy, ez ilyen érdekes volt. Igen, kifejezetten szórakoztató. Gyorsan, aki esetleg nem olvasta a könyvet, most szólunk, spoileresek leszünk, nem nagyon, de éppen eléggé, tehát hogy ha nem szeretnéd, hogy lelőjük a poénokat, akkor, akkor inkább most állítsd meg a podcastet, olvasd el a könyveket, majd térj vissza. De hogy Elhelyezzük itt egy kicsikét a dolgokat. Öldöklő naplók nem véletlenül, mert ez egy napló, tulajdonképpen olyan, mint egy naplót olvasnánk, a főszereplőnk naplóját visszemlékezéseit az életének egy bizonyos részére. Élet, ez is furcsa így mondani, hogy élet. És azért öldöklő, mert így hívja saját magát. Tehát, hogy a főszereplőnk egy biztonsági Biztetség. egységnek, igen, biztonsági egységnek, biztetségnek nevezett, ilyen érdekes kombináció konstruktnak mondja a könyv. Kvázi egy szerves összetevőkkel is rendelkező. Igen, de hogy, hát android, nem tudom, kvázi, nem tudom, sosem tudtam még az androidnak se a, a, a helyes definícióját. Itt a könyv szerint szerves összetevőkkel rendelkező, de amúgy egy mesterséges lényről beszélgetünk, akinek úgy tenyésztettek, különböző mesterségesen tenyésztettek különböző szerves részeket. Konkrétan azt mondja, klónozott emberi szövet, tehát konkrétan az, többször is. Igen, igen, de mesterséges a tudat. Tehát a mesterséges tulajdonképpen az irányító része, és arra használják őket általában, hogy, mint ahogy a nevük is mutatja, biztonság, biztonsági egység, cégek adják tulajdonképpen biztosító bérbe emberek mellé, hogy vigyázzanak az emberekre. Tehát tulajdonképpen ez a harcászati, őrzővédő feladatokkal ellátott ilyen kvázi mesterséges lény, akinek nincsen szabad akarata, normálisan ez az alapfunkció, vagy az alapműködése egy ilyen biztetségnek ebben a világban. A mi öldöklő barátunk abban más, ő sikerült feltörje egy adott pillanatban a rendszerét, van vagy valami kontrollmodul, vagy valami hasonló, és azt sikerült feltör, feltörnie? Feltörte, és innentől kezdve úgymond szabad akarattal rendelkezik. Viszont ebben a világban az ilyen biztetségeket úgy hívják, hogy elszabadult biztetség, és nem tolerálják, mert általában attól félnek, hogy meg az a tapasztalat, hogy ezek őrült módjára gyilkolászni kezdenek. Igen. Ezért ő titkolja ezt a, ezt a dolgot, hogy ő, ő feltörte biztonsági modulját vagy rendszerét, és szabad akarattal rendelkezik. Ezt nem akarja, hogy tudjanak róla, tehát ez úgy tesz, mint hogyha ő továbbra is egy jól működő, hűséges és szófogadó biztetség lenne, ellenben van szabad akarata. És akkor az ő kalandjait tulajdonképpen követhetjük nyomon, nem egyből a feltörés után, tehát oda visszaemlékezések révén tudunk meg egy kicsit többet majd a regények alatt, hogy ő vele mi történt, miért volt az, hogy egyáltalán honnan jött ez a, ez a inger számára, hogy feltörje a rendszerét, és kiszabaduljon, miért akar megszabadulni ettől a, a, léttől, ahol ő neki parancsokat kell teljesíteni, mint egy hűséges kutyának, és nincsen szabad akarata, ezeket majd szépen lassan a könyv kibontja. Az ő kalandjaiban vehetünk részt, és, és nézhetjük végig. Számomra ez maga volt tulajdonképpen a legérdekesebb, amikor végre nem egy embert, hanem, és nem is egy kvázi mesterséges intelligenciának mondható, de hogy inkább egy ilyen mesterségesen létrehozott személyiségnek a fejlődését figyelhetjük, aki nem ártatlan. Tehát, hogy, hogy amellett, hogy pont azért, mert még épp nem egy kifejlett személyiségről van szó, legalábbis a könyvelején semmiképpen, ahogy halad elő az idő, előre az idő, szépen fejlődik ő, de kifejezetten sokszor nagyon gyermeteg viselkedése van, ilyen személyiségi szempontból. Ehhez képest viszont egy brutális gyilkológép, aki ha a munkája megköveteli, tehát meg kell védenie az ő ügyfeleit, azokat az embereket, akiket igen, az ügyfeleit, akkor kíméletlenül gyilkolászik le bárkit, bárki más. elég érdekes volt, és szerintem ez hozzájárult ahhoz, hogy ez a könyv ekkorát, ekkorát szólt az első, amikor megjelent, hogy nem igazán volt hasonló ilyen kaliberű, ilyen stílusú regény. Én legalábbis nem tudok így a, a Tehát itt sikerült valami újat hozni az írónőnek. Nem tudom, te ezzel hogy vagy, hogy látod, Jazzy? Azt nem tudom, hogy van, volt hasonló, ugye bár azért volt egy-két olyan könyv, ami, ami ilyen idegen, kvázi idegen tudatot próbált megmutatni, de attól függetlenül tényleg, tehát valójában az a gondolkodás módja nem feltétlenül emberi, valamilyen szinten nem is igazán gépi. Sokszor elgondolkozom azon, hogy milyen lehet akár más ember fejében lenni, vagy más ember agyában gondolkodni, és ugyanúgy nagyon érdekes tehát hogy hogy mondjuk a, akár az állatok, vagy akár egy idegen lény milyen, mennyire más és mennyire idegen gondolkodás és sémát szém, tud követni. És ez ez a könyv, vagy ez a, ennek a biztetségnek a gondolkodás módja, ez valami ilyesmi, light formában természetesen, de kifejezetten érdekesnek találtam az, ahogyan gondolkodik. Még nem tudom eldönteni, hogy az mennyire emberi, vagy mennyire nem emberi. Tehát, hogy a, az, hogy például a, az emberekkel a, a kontaktus, az fizikai kontaktus mindenképpen kerüli, sőt, még a szemkontaktust kontakt, kifejezetten rosszul érzi magát az emberek közelében és hogy a kedvenc hobbija filmek nézése, ilyen sorozat filmek nézése. Igen, sorozatokat, sorozat függő, lehet, lehet rámondani, hogy sorozat függő, hogy amikor csak lehet titokban mindenféle sorozatokat összegyűjt a kvázi internetről, nevezzük ezt most internetnek, adatfolyamból letöltögeti, és, és azokat nézegeti titokban. És ez a nekem, film... miköz... Igen, nekem igazából ez az egész könyvben, vagy az egész sorozatban ez az aspektus fogott meg legjobban, hogy ebben az univerzumban szerepelnek kvázi mesterséges intelligenciák, több szintű mesterséges intelligencia, találkozunk később kutatóhajóval, komoly számítási teljesítménnyel, butuska, szállítóhajókkal, robo robottal, robotokkal, harci biztonsági egységgel. Az, hogy például egy űrhajónak tudata le legyen, tehát tehát olyan mesterséges intelligencia, ahol az intelligenciának van tudata, én, talán én, igen, én tudata végül is. Hát egy ahhoz hasonló, igen, ahhoz hasonló, de ott neki nincsenek annyira motivációit. Itt nálunk a biztetségnek, itt ez a, a szerintem, ő a, ez, hogy feltörte a modulját, a biztonsági rendszerét, nálam ön erősen onnantól kezdve előtérbe helyeződik az én, és elkezd azzal foglalkozni, hogy neki mi a jó azért azok a droid hajók, még a, az a kutató, amit ők köksznek, legalábbis így fordították le magyarul, kibaszott önző szemétláda, azt hiszem annak a, 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 rövidítése, tehát öldöklő így nevezi magában ezt a, ezt a hajót, hogy annak a vezérlő droidját, Ott nagyon erős számítási kapacitással rendelkezik, de nem igazán van saját akarata, tehát nem igazán vannak... Motivál, de hogy is, hát vannak motivációk. Nem igazán van saját motiváció, hát vannak bizonyos szintig. Élvezi a társaságát öldöklőnek, meg segíteni akar neki, meg... De hát, nincs a személyzet, az, hogy ő akkor, a, a jó, bocsánat, szabad rá, de a személyzetek a jól az, az, egy fontos motivációja, tehát hogy az volt az egyik... Igen, de nem tudja elképzelni magát személyzet nélkül, míg öldöklő el tudja magát képzelni ügyfelek nélkül. Sőt, tehát, hogy ez a különbség, hogy öldöklő eljutott arra a szintre, amikor ő már nem akar ügyfelet, nem kell neki más lény ahhoz, hogy ő teljesnek érezze magát. Itt a droidhajó. hajónak kell egy... Hát nem tudom. Ne, én nekem ez jött le belőle. Persze, tehát, hogy az emberi része, hogy most az emberi része miatt vagy ennyire fejlett az ő programozása, nem tudom de hogy igen, antiszociálisan viselkedik, nem szereti az embereket, nem szeret velük kommunikálni, problémája van az érzelmek kifejezésével, mármint hogyha felé emberi érzelmeket sugároznak felé, az nagyon nehezen kezeli, tehát vannak, és úgy próbál tenni, mintha neki nem lennének saját érzelmei, pedig nagyon sokszor nyilvánul meg úgy, mint akinek vannak érzelmei, ennek ellenére ő saját magát akarja valahogy, nem tudom, nem azt, hogy jobbá tenni, hanem, hanem saját érdekeit is próbálja nézni és érvényesíteni másoktól függetlenül. Igen, de hogy, ez hogy a alakul kis, ki? ki, nem tudom. Igen, Igen de ez csak kiderül, hogy tud kötődni, tehát igazából látod, ilyen szempontból nem is gondoltam végig, hogy egy, egyfajta fejlődéstörténet is végigkövethetünk, hogyha jobban bele gondolunk. A vége felé kiderül, hogy azért vannak erős kötődései, tehát hogy tulajdonképpen jó indulatú is. Végig nem rossz indulatú, tehát rossz indulat nincs benne, tehát azt nem lehet mondani, Annyi, hogy az elején annyit tudunk róla, hogy, hogy a legfőbb motiváció az, hogy békén hagyják, hogy tudjon filmeket nézni. És pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy békén hagyják, úgy kell tennie, mintha egy jól működő, nem feltört, tehát nem elszabadult biztetség lenne. Tehát az ügyfeleit de vigyáznia kell. Amikor kell, akkor megy. De amúgy hülyének nézi az embereket, úgy gondolja, hogy hülyén viselkednek, úgy gondolja, hogy irracionálisak, és csak a baj van velük, hát, amikor csak ez lehet. Igen, igaza van. Igen, így van. De hát, minden élőlény valamilyen szinten irracionális. Tehát, hogy, és itt ez a vicces, hogy ő, aki számítógép, úgy gondolja, hogy számítógép. Tehát aki mesterséges tudat, úgy gondolja, hogy ő sokkal kevésbé irracionális, majd szépen lassan, hogy megy előre a történet, csak tesz olyanokat, amit nem tud racionálisan megmagyarázni, hanem pont az érzelmi alapon, meg az emberekhez való kötődése az, ami felülírja tulajdonképpen az ő racionalitását is. Csak ezt nem szívesen veszi, veszi tudomásról. Hát ez meg különböző szintű, szint, tehát hogy igazából a kont, tehát font, vannak ilyen különböző modulja, és hogy van fajta kockázat elemző modulja, ami saját bevallása szerint nem a legjobban működik, és hogy gyakorlatilag azt az, az mondja meg, hogy mi a racionális, meg kevésbé racionális, tehát hogy mondjuk a, a testi, tehát az, hogy ki milyen, biztonságban vagy fizikailag, az azért elég objektív dolog számára, és az emberek számára meg kevésbé objektív, hisz az emberek nem túl racionálisak. Igen, de ezeket is felülírja, tehát vállal kockázatot, testi kockázatot, is, amikor nem feltétlenül kéne, csak azért, mert, mert kialakult benne egy kötődés az emberek iránt. Tehát az első részben, amikor megismerjük, akkor még ügyfelei vannak, akkor még senki nem tudja róla, hogy ő feltörte magát, ott elkezdenek balul elsülni a dolgok, mert a csapatot, akikkel ő dolgozik, megtámadja egy másik cégnek csapata, ezért ő kötelességének érzi, meg még akkor ezt tudják róla megvédeni ezt a csapatot. Menet közben kiderül róla, hogy ő feltörte a saját rendszerét, tehát hogy ő tulajdonképpen önálló cselekvésre képes, de az emberek nem fordulnak ellene, meg nem menekülnek el tőle, hanem elfogadják kvázi csapattagnak, sőt megpróbálnak vele kicsit haverkodni, ismerkedni, amitől ő egyből agyfaszt kap, tehát hogy kikészül attól, amikor, amikor együtt kell utazzon a többiekkel, mert addig, amíg robotnak tekintették, addig külön egy szállítórekezben repülhetett. Senki nem próbált beszélni vele, csak akkor, amikor utasítani akarták, nem kérték ki a véleményét, nem kellett semmiről tulajdonképpen beszélgessen az emberekkel, amikor kiderül róla, hogy már nem teljesen robot, tehát hogy feltörte és, és szabad akarattal rendelkezik, onnantól kezdve az emberek is elkezdenek úgy viszonyulni hozzá, hát ilyen szempontból le a kalappal. Valójában korábban egyébként, ha belegondolsz, akkor megsérült, megszabadul a páncéjától, és akkor azonosulnak az emberek vele, hogy emberi feje van, emberi arca van. És hát azt nem abban... tudják, de az, 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 mindegyiknek van. Tehát az minden Igen, csak az nem tudják ilyen... róla. Nem, nem, tud, nem tud, tehát azok az emberek nem tudták erről az egészről, mert általában páncélban vannak a biztetségek, és ott, vannak, a, ott volt az első konfrontáció és meglepetés az emberek részéről, amikor páncél nélkül jelent meg, csak valami uhában, még az egyik most a nevekkel én soha nem veszek jóban, de az egyik, egyik kérdezte másképp, hogy ki ez? Tehát, hogy a, hogy egyszerűen... Igen, meglepődtek rajta, mert egyszerűen nem voltak hozzászokva, mert tényleg tárgyként, robotként kezelik ezeket a biztetségeket, megvan a páncélzatuk, és rendre sisakot hordanak, nem látszik az arcuk, nem lehet tudni, hogy van arcuk, de van nekik. Ez egy érdekes dolog, és nem is értettem tulajdonképpen, hogy miért fontos ilyenre csinálni a biztetségeket, tehát maga a a koncepció. Volt ebbe egy megjegyzés, az emberek miatt, tehát hogy komfortosabban érzik az emberek magukat a, a, abban az univerzumban, a, ilyen hu, hát human. Ha Hát ha egyszerűen veszik le veszik sisakot, akkor minek? Tehát, hogy a páncél van rajta, és sisak van rajta innentől kezdve, tehát ez a csapat is, és valószínűleg nem ez az egyetlen biztetség, aki nem flangál páncél, meg, meg sisak nélkül honnan tudnák, hogy mi van a páncél, meg a sisak alatt? Az, abban nem vagyok biztos benne, hogy, hogy mindenhol ez, ez a lényeg, hogy tehát mindig páncélban jelennek meg. Lehet, hogy nem. Tehát erre nincsen vonatkozó információ. Csak ar arra, volt, arra, volt, információ, hogy arról írtak, hogy vagy arról nyilatkozott ez a biztetség, hogy, hogy, direkt ilyen humanoid formára tervezték, mert az emberek biztonságban érzik magukat. Lehet nekem, mondom, egy kicsit ez sántított ez a történet, hogy miért akarnám pont ilyenre csinálni az volt teljesen tiszta, mert sokféle ilyen kvázi mesterséges dolgok léteznek ebben az univerzumban, tehát vannak harci robotok, amik ugyanúgy el tudnák látni, sok mindent el tudnának látni. Sok feladatot vannak kvázi robotok, amik teljesen robotok, tehát nincsen bennük szerves anyag, de ugyanúgy humanoid kinézetűek. És akkor vannak ők, ezek a konstruktok, akik félig meddig, tehát vannak szerves szöveteik, és mesterséges alapon működnek. Sőt, ez a harci biztetség is egyébként, ami az később találkozik ilyen előbb. Igen, 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 aki nem biztonsági, hanem harc, igen, aki direkt katonai célokra fejlesztette ki, vagy van felprogramozva, meg kialakítva, igen. ő meg őrzővédőre van, ennek ellenére nagyon jók a, a gyilkolási képességei, ennek, ennek ellenére, nagyon jók. Ez biztos. Eh, ahogy mondom, ez nekem egy picit olyan, olyan, érdekes volt, hogy miért kell humanoid legyen, de tényleg teljesen humanoid, tehát kívülről, azon kívül, hogy vannak különböző Beültetései, meg látszik a szervetlen és a szerves részek kapcsolódása. Sok hely találkoznak, igen. Tehát, hogy nem teljesen borítja bőr a testét, hanem itt-ott kilátszanak szervetlen részek. Ezen kívül nem lehet, nem igazán lehet megkülönböztetni egy. Ja, meg a bejegyzett fegyverek is vannak egyébként, tehát, hogy az alkarjában van valamilyen lézer. Igen, így, amik, amik alapból nem látszanak, csak amikor, amikor ő elkezdi használni őket. De igazad van, tehát tényleg ez volt az első, amikor találkozna, amikor, amikor, megmutatja az arcát, és akkor az emberek még, még meglepődnek, nem tudják, hogy ő elszabadult biztettség lenne, már akkor is egy kicsit megváltozik a viselkedés, és borzasztóan feszülté válik tőle öldöklő, hogy páncél nélkül csupaszon van tulajdonképpen emberek között, és az emberek ránéznek, meg beszélnek hozzá, nagyon nehezen kezeli. Tehát látszik, hogy nagyon komoly, széles problémái vannak a drága barátunknak. Akkor szabadul el számára tényleg a pokol, amikor elkezdik emberszámba venni, és meg, amikor megtudják, hogy van szabad akarata, akkor végképp elkezdenek, megpróbálnak vele, vele haverkedni, vagy beszélgetni, vagy szóbelegyedni, és az teljesen kiakasztja. Elkezdenek kötődni hozzá érzelmileg, akár úgy is lehet mondani. Igen. De most, hogy mondod, most, hogy beszélgetünk róla, egy olyasmi lehet, mint egy kamasz. Tehát, hogy emlékszem, nekem is volt olyan időszakom a kamasz koromban, hogy ilyen mindenki hagyja, hagyjon békén, és hogy mind a fizikai, mind mindenféle kapcsolódási kísérletre ilyen, tudom, én szégyelősen reagáltam, vagy, vagy elkerültem. Tehát, így, tehát, most, de ez csak most fut le a fejemben, hogy olyan, mint egy tínédzser, mint egy, Abszolút, mint ez volt végig az izém, hogy egy felnövés történet. Képzés, én ninja kiképzést kapott tínédzser, aki ugyan halálos fegyver, de lelkére sehol nincsen még. Tehát Igen, tehát körülbelül ez látszik belőle, hogy egy gyerek az, aki az elején, az elején be van zárva ebbe a gyilkoló gépnek a testébe, és olyanok a motivációi is. És szépen lassan, azon túl, hogy nem akar senkivel semmiféle kapcsolatot, azért ahogy, ahogy megy előre, és megtehetné, mert itt az első regényben segít ennek a csapatnak, és a, a, a végén, miután sikerült megmentenie őket, a csapat hálából úgymond kivásárolja őt, tehát nem hozzák nyilvánosságra, hogy ő egy elszabadult biztonság, viszont kivásárolják a cégtől, attól a biztonsági cégtől, aki őt annó tulajdonolta, legyártatta, tulajdonolta és bérbeadta, tudósok vezetője, ez a Mensa a nevezető nő, aki majd később még visszatér, kivásárolja tulajdonképpen, és ilyen kvázi szabadságot ad neki, mert az a bolygó, ahol ők, ahonnan ők valók, ott például szabadon élhetnek az ilyen biztetségek, de van emberi felügyelőjük, tehát hogy nem, nem igazi az a szabadság, de azért nagyobb fokú, mint a, a legtöbb egyéb helyen, ami van ezen a, az a céges peremnek hívják, ezt a részét, a, amit megismerünk tulajdonképpen ebből a világegyetemből amit cégek uralnak, ez nagyon, nagyon szimpatikus volt, tehát egy ilyen jó kis disztópia, egy csúnya jövő, ahol, ahol nem igazán vannak államszervezetek, vagy ha vannak is, sokszor gyengébbek, mint az óriás cégek, és a cégeknek a kezébe van tulajdonképpen minden, az a fő hatalom az náluk központosul. De hogy menszáiknak a, megóv, megóvás, azt hiszem az a neve a bolygónak, ahonnan ő való, egy ilyen független politikai szervezet, és náluk lehetne szabad és megkapja ezt a lehetőséget, hogy akkor elmenjen oda, de nem képes elfogadni, és elszökik. Tehát úgy ér véget az első regény, hogy akkor ő megszökik, ír valami pársoros, ha jól emlékszem, kis üzenetet menszának, majd, majd elmegy. Hát az, lehet, hogy ilyen videó vagy szöveg, szöveges üzenet volt egyébként, de hogy az, hogy elszökik, azt még ő se tehát mivel szólt, és nem mondták, hogy maradjon, tehát ezt úgy, úgy definiálja, hogy tulajdonképpen e, nem feltétlenül szökött el, de hogy mégse. Tehát egy ilyen e, e, érdekes, tehát így ez megmagyarázta magának. Ami fura volt, ott a motiváció, mert azt mondja, hogy hogy azért nem akarod oda menni ebbe a megóvásba, mert ott nincsen szükség biztetségekre. Akkor ő mit csinálna ott? Pedig Máskor meg azt mondja, hogy ő semmi másra nem vágyik, csak hogy békén hagyják, és nézhesse a sorozatait. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy egy nem találja a helyét, keresi a helyét a világban, próbálja definiálni önmagát, próbálja kialakítani a személyiségét. Tehát egy, egyfelől azt mondja, hogy semmi más nem akar az élettől, csak az, hogy békén hagyják, és nézhesse a sorozatait, de nem akar oda menni a megóvásba, ahol nem lenne rá szükség. Tehát igenis azt érzi, hogy kell neki valamilyen motiváció az élethez, kell neki valamilyen motiváció a léthez, nem elég neki az, hogy sorozatokat nézzük. Igen, ez egy picit ilyen, egy kis zavar, zavaros volt ez a része, de a lényeg, a lényeg, hogy elindult, utazgatott, és, és ezek nagyon vicces dolgok voltak. Tehát, tudom én, tehát nekem nagyon tetszett, hogy a, az űrhajóknak, ahogyan korábban mondtam, van egyfajta, akár még én tudatok is, tehát tudatos, valami tudatos tények. Droid vezéreltnek mondja őket, és ezek a droidok különböző értelmi szinten leledzenek. Igen, de hogy, hogy van, van tudatuk, mert hogy a, a számára az egyik ilyen fizetőeszköz a média library -e, a média könyvtára, és felkérezkedik különböző űrhajóknak a fedélzetére, a és cserében megoszza a filmeit. Ezeket a filmeket, igen, amiket, sorozatokat, amiket ő néz. Tehát az, hogy mondjuk egy, egy ilyen droid, vagy egy ilyen szállítóhajó tudja élvezni, vagy akár értékelni mondjuk a, a filmeket, az mindenképpen szerintem én tudat kell, tehát hogy egyfajta tudatosság tehát kell. van bennük, igen, csak hogy különböző szintű. Tehát mondta, hogy a többséggel nem lehet verbálisan kommunikálni, nem csak képekben, tehát hogy nagyon korlátozott a kommunikációs lehetőségük, belefut egybe, amelyik kifejezetten intelligens. Amivel szerintem mázlia is van azzal a, azzal a kutatóhajóval. Hát kifejezetten. Mert az sokat, sokat segít neki, és ő az, aki rábeszéli, hogy hajtsanak végre egy műtétet rajta, amivel átalakítják egy kicsit a, a kinézetét, mert az összes biztetségnek ebben a világban legalábbis egy standard alapján készülnek, tehát ugyanaz a méretük, ugyanaz a magasság, ugyanaz a végtaghoz, ugyanaz a kinézet, mindegyiknek, lévő klónozottak, ezért nagyon könnyen fel lehetne őt ismerni, akármerre próbál elvegyülni, ezért ez rábíz, rábeszéli ez a köksz, hogy legyen szíves, és, és bízom meg benne annyira, hogy feküdjön be a kései alá, tehát van egy ilyen robotizált medrendszerem Műtő. műtője, ahol szépen levágja kicsikét a lábából, hogy alacsonyabb legyen, megrövidíti egy kicsit a kezét, Szőrtűszőket ültetnek be neki, hogy több szőre nőjön, hogy egyszerűen másképp nézzen ki, mint a biztetségek úgy általában. És az nagyon tetszett, amikor őt arról mesélő ponton, hogy írt egy kis rutint, egy pici programot magának, amitől emberibben néz ki menet közben, amivel a járását egy picit bizonytalanabbá vagy egy ritmustalanabbá teszi, meg végtagmozgásokat iktat be, mert amúgy ő robot lévén neki nem lennének ilyen hibái, tehát neki teljesen egyforma lenne minden lépte, teljesen szabályozza a végtagjait, ami nem emberi, és hogy kevésbé tűnjön robotnak, akkor írt egy Igen, ilyen... nincs, 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 random életeszerű idegrángások, mozgások, meg ilyenek, igen. Tehát igen. azt nagyon szépen felépítette az írónő, hogy mire kéne figyeljen egy robot, hogy emberibb legyen, és ő, ő ezekre figyel, és elkezdi tudatosan ezeket szépen beépíteni, és, és használni hogy elkerülje tulajdonképpen a lebukást, mert neki ez egy, egyedül ez a... De hogy nem menekül el egy olyan, tehát nem próbálja azt megcsinálni, hogy letölt száz évre való médiatartalmat, majd elmegy egy lakhatatlan bolygóra, ahol neki éppen megfelelőek lennének a, tehát a minimális igénye van, energiára van tulajdonképpen szüksége, és nagyon minimális oxigénre a túléléshez. Tehát elszökhetne, de nem teszi, tehát hogy azért nem akar kiszakadni teljes mértékben a a társadalomból. Hát ebből is látszik, hogy akar ő elszigeteltséget, de, és nem szereti, azt mondja az embereket, de mégse tud elszök, el távolodni tőlük, nem akar eltávolodni tőlük. Mondjuk visszatérve erre a rutinra, ő azt gondolt, hogy ez így működik, csak ez a nagyon okos hajó mutatta meg nék, hogy hát sajnos ez így nem annyira működik, tehát hogy legalábbis korábban próbálkozott, két stratégiája volt a túlélésre, az egyik ez, hogy ilyen programot írt, a másik hogy feltört mindent, amit tudott a közelében, tehát ilyen az ellenőrző pontokat, checkpointokat, mindent, amit tudott, feltört, tehát így gyakorlatilag ez egy ilyen szuper hacker robot is egyben. Igen, a képessége megvan hozzá, csak addig a, a többi biztettségnek is lenne, de ők, mivel nincs, nem törték fel a saját biztonsági rendszerüket, ők nem tudják ezt megcsinálni neki megvan rá a lehetősége, és hekkel tényleg kíméletlenül, amit csak lehet kamerákat, droid, ilyen kis drónokat, amit lehet meg Igen, szereti magát kívülről nézni, tehát hogy azért erre ott felhívta a figyelmét ez a köksz, hogy nem teljesen jó még a rutinja, és ez folyamatosan update-eli, vagy, vagy finomítja ezeket a kis programokat, amivel ő próbálja magát embernek eladni. Tehát, hogy erre figyel. Igen, az mindenképpen kérdéses, hogy ezzel a sci irodalom tele van meg hát a mai világunk is, ugye, vár még a média is, hogy att attól a féle félelemtől, hogy mi történik, hogyha a mesterséges intelligencia öntudatra megélik az öntudat. Itt a, ez a könyv ez nem annyira tér ki, tehát teljesen természetesnek veszi, hogy lét, tehát abban az univerzumban teljesen normális, hogy a mesterséges vagy félmesterséges intelligenciának tudata van. Holott, ahogy korábban is említettem, ez a legnagyobb parája a világnak. Mit gondolsz Igen, arra hogy majd... ezeket próbálják kontrollálni? Tehát oké, okay, hogy van kvázi hm, tudata, de hogy nem engedik, ezért erre van a, ez a biztonsági rendszer, meg a főrendszer nevezetű rendszerek, amiről nem kapunk nagyon sok információt, annyit tudunk róla, hogy ezek tartják kordában tulajdonképpen ezeket a mesterséges intelligenciákat, vagy ezeket a gépeket, droidokat, robotokat, mindenkit, tehát van fölöttük egy ilyen ellenőrző. A kontrollmodul, vagy nem, 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 nem vagyok biztos, hogy pontosan így hívják, most ezt meg kellene néznem, de valamilyen... De mindegy, a, a lényeg, hogy van, van mindenhol, be van építve olyan rendszer, ami tulajdonképpen kontroll alatt tartja ezeket nem a tudunk. mesterséges... Ezt nem tudhatjuk, de... az űrhajónál, ennél a, a nagyon űrhajónál nem volt rá semmi utalás. Tehát azt az lehetett de tudni, hogy... Mindenhol van, hogy... Igen, iszonyatosan okos, de hogy, hogy mindenhol van egy-egy ilyen rendszer, és van ez a főrendszernek nevezett dolog, amire, aminek jelent az egységnek a saját biztonsági rendszere, és hogyha olyasmit teszel, ami nem megengedett, akkor jön a büntetés. Hát ott ott a, a biztességeknél, de hogy másoknál erre nincsen nincs semmilyen vonatkozó információ. Tehát a biztesség, bizt, biztetségnél volt ez, ez a kontroll, hogy a főegység, vagy mit tudom én. Nem tudom, én úgy értelmeztem, hogy van mindenfelé. Tehát, hogy mindenhol ez a, ez a megoldás. Nem maguk, tehát bele van építve a gépekbe tulajdonképpen valamilyen szinten egy önkorlátozás, és van föléjük rendelve egy olyan gépi korlátozó rendszer ami megakadályozza, és ha valamelyik gép ilyen mesterséges intelligencián próbálja túllépni a, a saját határait, vagy azt, amit úgy megengedett az ő szerepköréhez, akkor jön a büntetés és memória törlés. Lehet, én azt gondolom, hogy ez ilyen érdekes. Tehát Számomra kifejezetten szórakoztató gondolat, hogy mit tudom, én, egy okos otthonban, tudod, tehát, hogy azon felül, hogy mondjuk a hűtőgéped, meg a mosógéped megcsinálja a dolgát, közben nézik a szomszédokat, és többen azon szórakoznak, hogy milyen jó, vagy milyen rossz. Tehát, hogy ez azért iszonyatosan érdekes, és számomra szórakoztató gondolat, és hogy mennyire színessé teszi a, ezt a, világot, vagy tenni. Azt nagyon valószínűnek tartom, hogy ha kifejlesztenénk azokat az öntudattal rendelkező mesterséges intelligenciákat, kifejlesztenénk hozzájuk valamilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy nyakörvet, egy, egy, ilyen digitális nyakörvet, egy valamilyen egy módszer, amivel kortában lehet tartani őket, hogy, hogy ne szabaduljanak el, mit szabad nekik, és mit nem szabad nekik, és hogyha valamelyik rosszalkodik, akkor törői, törlik a memóriáját. Ki ez, aki megmondja? Tehát, hogy, 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 hogy jön bárki ahhoz, hogy értem, most, ki, most én, mondom meg, aki mondjuk buddhista vagyok, vagy mondja meg, akinek, aki mondjuk egy keresztény, vagy egy, egy muszlim, mondjuk, hogyha valásokról beszélünk, de lehet akár filozófiai irányzatokról is beszélni, tehát, hogy ez, amit azt értem, az etikai kérdéseket veti fel, ami tök teljes mértékben szubjektív, tehát hogy... Nem, szerintem az etika, az, nem hívnám szubjektívnek az etikát, ott vannak... Teljesen szubjektív. Nem, szerintem nem. Ugyanaz, mint a logika, tehát hogy vannak olyan premisszák, amire építesz, és amit el kell fogadni, vagy axiómák, és arra tudod felépíteni, mint a logika is úgy működik, és a etika is úgy működik, tehát hogy... Igen, de van egy nagy, hát nem pont a logika. Az etikánál ott van egy egy nagyobb társadalmi konszenzus, hogy mik ezek a premisszák, amit Biztos. elfogadunk. Hát Biztos, a legtöbb társadalomban van. Tehát, hogy nem én azt nem mondom, hogy van, van bolygó szinten, de hogy van, vannak a társadalmaink ettől tudnak működni, hogy vannak bizonyos alapelvek, amiket elfogadunk, vannak más elvek, amiket egy idő után megkérdőjelezünk, és akkor átalakul, hogy mi számít. Etikusnak vagy nem etikusnak, vagy elfogadhatónak, vagy nem elfogadhatónak. De mindig van egy adott pillanatában egy társadalomnak, és most teljesen mindegy, hogy egy faluról beszélünk, egy városról, egy országról, egy bizonyos népről, egy népcsoportról, egy vallási közösségről. Nem azt mondom, hogy mindenkinél ugyanazok az etikai szabályok érvényes, nem mindenki ugyanazokat vallja, nem mindenkinek ugyanazok a, az alapvetései de per csoport mindig van valami, amit elfogad. És vannak renitensek, akik... Én nem hiszek ebben. Úgy értem, hogy, hogy itt van a Brexit. Ez tipikus, tipikus példa az etikára is. Nem egy az egyben, de hogy mi történt a Brexitben. Voltak olyan, tehát az idősebb korosztály, akik szeretnek szavazni, gyakorlatilag egy egy vagy több influencer gyakorlatilag hatás gyakorolt rá, és a... Az idősek megszavazták a Brexit-et, úgyhogy a fiatalok nem értettek vele egyet, viszont nem mentek el szavazni. Illetve hát a, a visszatérve magára a, a könyvre, ott ezek az etikai kérdések, ezek inkább ilyen a nagyvállalatoknak a hatalmáról szól, illetve a, hát a biztosítótárságok, tehát hogy gyakorlatilag a nagyvállalatok, biztonsági cégek. Nem, Mi volt a neve annak a cégnek, aki ellen eszpetűs, akivel... szürkész. A... Nem igen. tudom, minek a rövidítése, de hogy ez, a, ez volt a... Gyakorlatilag, gyakorlatilag az a cég a fő ellenség, és hogy ő teljesen etikátlanul minden piszkos dolgot elkövetett gyakorlatilag. Haszonzerzés céljában hogy illegális dolgokat művelnek, tehát hogy idegen, tényleg idegen, tehát hogy idegen fajok által hátrahagyott különböző uh, maradványokat, vagy, mm. vagy uh, technológiai régészeti leleteket tulajdonképpen tiltott módon bányásznak ki, mert amúgy tilos lenne, tehát minden, ami, ami egy régi civilizációtól, idegen civilizációtól marad megtalálható, az uh, védett kéne legyen, és nem lenne szabad uh, bányázható legyen magánvállalatok által. De ha titokban csinálják, és ezt, ezt sikerül fű alatt megoldani, úgyhogy nem kerül nyilvánosságra, akkor mégiscsak csinálják, és nem csak ők, hanem sokan mások is. De most és itt eltusolják azok? Igen, eltusolják, lefizetnek, félrebeszélnek, eltakarják. Na most belegondolt gyakorlatilag, egy, sok ember dolgozott a szürkisznél, és gyakorlatilag a későbbiek folyamán ugyebár sok ember interakcióba is lépett a mi hősünkkel. Valahogy olyan teljesen természetes volt az, hogy, hogy normális elrabolni valakit. Tehát hol, hol, hol itt az etika? Tehát hogy hogy, 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 képzeli azt, hogy ő neki, nekik joguk van bármihez? Tehát hogy most ez picit, nem mondom, hogy teljesen megfelelő erre a korábbi témára, de hogy ugyanúgy felmerül ez a kérdés, hogy ki dönti el, hogy most mi az etikus. Hogy etikus hogy mondjuk gyilkolni, eltusolni, számukra megteszik, tehát számukra etikus. A norma rendszerük ezt megengedi, ezt inkább így mondanám. De az is lehet, hogy tényleg abnak a társadalomnak, úgy, amit itt ebben a könyvben, mert nem boncolgat ilyen mélyen társadalmi kérdéseket, sokkal inkább egy szórakoztató regény, tehát inkább látjuk egy akciófilmnek, mint egy ilyen, ilyen filozofálgató vagy társadalmi kérdéseket feszegető drámának ezt a regényt. Nem megy ennyire bele. Valószínű kialakult, hogy ez a ez az é, érinti, adó. érinti azért ugyebár a, a, ott a, a, menzánál a, az ő bolygója, vagy, vagy bolygó közösség, az pontos, nem tudom, hogy egy bolygó, vagy több bolygó, valószínűleg egy bolygó lehet, ott is például a, a, a teljesen mások. Tehát, hogy azért ezeket a kérdéseket is érintgeti ez a könyv, csak... Érintgeti, de nem nagyon megy bele, tehát nem nagyon megy bele. De visszatér itt az etikára, tehát, hogy, hogy, hogy mit hajlandó az ember megcsinálni adott élethelyzetben, az nagyon sok mindentől függ és függ tényleg az egész társadalmi kontextustól, amiben ő felnőtt meg létezik, és az életen, amin Most Sokszor én azt érzem etikusnak, amit pár mostani itt a Földön működő óriás vállalat, és most nem a kínaiakról beszélek, mert azok nagyon messze vannak sokszor az etikától, amit mi etikusnak tartunk, de a nyugati vállalatok is. Hányszor lehetett arról hallani, hogy nem mondom ki a csúnya szót, eszbetűs szót is kidolgoztatják az alkalmazottaikból, lásd Amazonnál, idénymunkások, amikor igen. amikor nagyon igen, kell, ]ben. és nincsen semmiféle, tehát a vállalat nem próbál meg felelősséget vállalni az alkalmazottai jóléte iránt, tehát, hogy bejössz, dolgozol, ha éppen nincsen munka, hazaküldünk a fenébe azt, én meg amiből akarsz, nem érdekelsz minket. Ha megpróbálnak ezét alapítani, szakszervezetet, hogy védjék az érdekeidet, érdekeiket, inkább kirúgják az összeset, és felvesznek másikat helyette, mint hogy megengedjék nekik a szakszervezetet. Tehát mondd, hogy ez etikus. Nem az. És mégis az emberek elfogadják, mégis vannak ezenek a cégeknek vezetői, középvezetői, felsővezetői, részvényesei és vásárlói. Tehát senkit nem érdekel, és ez nem csak náluk igaz, az iPhone-nál is, ugyanúgy megveszem a francos iPhone-omat, és nem gondolkodok azon, hogy vajon a Foxconn gyárban az, aki összeszerelt ez a kis kínai, vagy már lehet azóta átvitték, nem tudom melyik izébe, Vietnámba, vagy máshova az összeszerelőüzemet, kevésbé szerencsés embereknek a, a földjére az összeszerelést, hogy az mennyire nem kellemes munkakörülmények között dolgozik esetleg, és etikátlanul bánnak vele? De, de ezért mondom, hogy az etika az teljesen szubjektív. Tehát pontosan számomra nekem ad ezzel igazad, hogy hogy teljesen szubjektív egyébként, mert hogyha megkérdezel mondjuk egy kínai egyszerű embert, aki. Én tájfajdon ismerte, hogy olyan emberrel találkoztam, aki igen, igen, gyárba dolgozott, és ő azt mondta, hogy addig volt jó, amíg volt OT overtime, mert elég pénzt ott keres, hogy a családját eltartja, és hogy mit tudom én, hogyha. Tehát amikor már jöttek, jött egy gazdasági válság, olyan munkát kellett vállalni, ami már kevésbé volt jó. Ez mind szubjektív. Pedig végül is, tulajdonképpen most már a jövőben élünk. Tehát, hogy ami most történik körülöttünk, az, az maga, maga egy Skyfy történet. Tehát, hogy vannak hatalmas cégek, akik államok költségvetésével rendelkeznek, tehát olyan pénzzel, mint egy nagy egy ország és iszonyatos hatalom van mögöttük. Tehát, hogy ez olyan, hogyha egy skifi élnénk gyakorlatilag. Tehát, hogy egy... Én nem látom ennyire vizé nagy a különbségnek. Száz év ezelőtt is voltak, meg kétszáz évvel ezelőtt is voltak már hasonlóak. Tehát amikor, amikor beindult a gyarmatosítás szerte a nagyvilágba, és a fehér ember kirajzott, azokat mind cégek csinálták. Tehát a kelet társaság, ott is izé volt, tehát hogy egy társaság volt, aki egy országot szinte. Igen, de csak, csak hogy to tovább interpolálva, expolál, tehát hogy, to tovább vetíted azt, hogy mi történik mondjuk egy Teslával, hogy az Elon Musk mint, autó utána már karaté, rakétákat épít, ott van a Jeff Bezos, Amazon, rakétákat épít, tehát hogy ez tudom, hogy így folytatódik 100-200 éven keresztül, tehát olyan lesz a világunk, mint mondjuk ebben a könyvben. Lehet, lehet. Lehet. Én nem látom ezt a világot se rosszabbnak, mint a mostani. itt. A mostani se túl emberséges, ez, amit itt lefestenek, se túl emberséges. Tehát, hogy nekem azért vannak fenntartásaim a mai világgal kapcsolatban is, hogy mennyire jó, meg mennyire emberséges, lehetne sokkal jobb. Nem egy utópiában élünk, és nem is kerülünk oda egy hamar. Hát figyelj, azt mondják a az okos tudósok, hogy gyakorlatilag legalábbis, hogyha megfelelő podcastokat hallgatsz, hogy mit tudom, lehet, hogy 10-20 évünk van, és, és utána már olyan komoly problémák jönnek, hogy gyakorlatilag életetlen lesz a világunk, legalábbis nem úgy olyan lesz, mint amilyen most van. Ez a tipikusan, hogy a kétszer nem lépett ugyanabba a folyóba, tehát hogy folyamatosan változott a világunk, most egy gyorsabb változáson megy keresztül. Volt egy periódus, amikor úgy nézett ki, hogy mindenkinek szuper élete lesz, és elkapjuk, megkapjuk azt az utópiát, azt a gyönyörű kisvárosi faszak is létet, ami az Amerikában a 80-as években, meg a 80-as évekbeli filmekben úgy látszott, hogy papa, mama, két gyerek, kertesház, autó, mindenki happy, repülővel járunk nyaralni, és az egész világ ezt megkapja. De aztán szembe jön a valóság, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy mivel korlátosak az erőforrásaink, korlátozott a hely, korlátozott tulajdonképpen minden, csak mi akarunk korlátlanul növekedni, előbb-utóbb bele fogunk rohanni egy falba, ami majd ad egy gyakorlatost, hogy egy kicsit magunkhoz térünk, és rájövünk, hogy nem. Tehát, hogy ez nem, nem így megy. Ez, ez, ez történik velünk sajnos. tehát hogy, ez Szomorú is, hogy, hogy arra sem tudok, hogy tájföldön élek, és itt azt látom, hogy még mindig itt, itt az emberekhez el se jut az, hogy a, a, legalábbis a, a legtöbb emberhez a fenntartatóság kérdése. Tehát ma elmentem, a, van egy Yamazaki japán édesség, pékség, vagy mit tudom én, tehát én lánc írtam is a Google-nél egy, egy, egy review-t fényképpel. Péksütemény, öt péksütemény, vagy hat az előző tárcában, mindegyiket külön zacskóba teszik, nélonzacskóba, és az egészet beteszik egy nagy, nagy, nagy nélon zacskóban. Tehát, hogy itt még ott tartanak, hogy nincsen környezetszennyezés, és hogy mindent még a, 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 a zacskóba rakják. Tehát elmész egy, venni egy levest, egy utcai járusnál, beteszik egy nélonzacskóba zacskóba, rád, Legumizák, a nerozacskóba beteszek egy másik nerozacskóba, a tésztát külön beteszik egy nerozacskóba. Nem csak ott működik, így, itt is ugyanígy működik. Tehát azt hiszed, hogy mit megváltozott a történet, de nem. Tehát elmész a piacra, vásárolni a piacon mindent külön zacskóba neked be fog tenni az árus. És hogyha azt mondod, hogy nem kell nekem a répát meg a petrezselymet, adja csak ide, mert van szatyrom, nézd rád, hogy hát hogy, hát de ezt úgy szokta, hogy beteszi zacskóba. Igen, de mindenki autót akar, tehát tele vannak az utak. Tehát mondjuk, amikor egy szigetre elmész, mondjuk egy koszomúj szigetére, fullon van oroszokkal, és fullon van autóval. Tehát, hogy egyszerűen iszonyatosan nagy a baj. Tehát gyakorlatilag az olyan, mint hogyha égne a házunk, érted, mondjuk a, 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 tetőtér, és lenne még nyomják a bulit, és még hívnák az embereket, hogy gyertek, bulizzunk. Tehát, hogy... Így van, ez te ezt jól látod, ezt csinálják. Hát de mindenhonnan a csapból is ez folyik, hogy vegyél autót. Annyi különbség, most azt mondják, vegyél elektromosat, meg hibridet, legalábbis itt Európában. De nem mondja senki, hogy ne vegyél autót, olyan reklám nincs. Tök jó lenne az elektromos hibrid autó, hogy lenne mondjuk egy ilyen, nagyon van az, ezek a nagyon kicsi autók, tudod, tehát így amikor, de hogy nem, tehát hogy ez szúvék van. Nem, szúvokat, csinálunk. két, tonna feletti autókat, hogy valakinek a 60 vagy 70 kilós seggét vigye, tehát hogy ilyen, Szörnyű. Na egyébként most picit eltértünk a könyvtől, viszont az... Nem, a nekünk, ki, nem ez... kicsit értünk el tőle, de... de az egyébként a könyvben de... nincsen több. Tehát a könyv erről szól, hogy van az az öldöklő, akinek van egy fejlődés története, vannak poénok, vannak harcok benne, van egyfajta humora neki, az, az nekem, nekem... Igen, te... tehát baromira, te... baromira, jó, mert szarkasztikus, szarkasztikusan írja le a naplóját öldöklő, tehát hogy van, 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 van érzéke az iróniához, meg a szarkazmushoz, Úgyhogy uh, szórakoztató és olvasni és a szerethető. gondolat. Igen, igen, abszolút szerethető. Annak ellenére, hogy néha gyilkolnia kell, az ember ezt ugye el tudja fogadni. Amúgy is melyik az a szuperhős, aki nem szokott agyoncsapni csapni egy csomó gonosz tevőt. Tehát, hogy ezzel teljesen, e, te, mi embereket tudjuk fogadni, megint egy, ref, egy kitekintés az, az etikára. Tehát, hogyha ha a mi oldalunkon harcol az illető, akkor nyugodtan ölhet, az a semmi probléma nincs. Vagy hogyha rá van sütve a, a halotra, hogy az rossz volt, meg megérdemelte, akkor nyugodtan meg lehet ölni. Ilyenek vagyunk mi emberek, így tudunk a, gondolkodni. annyi, hogy a, a robotbarátját nagyon sajnáltam, azért kár volt. a neve, a neveket valós, az, vagyok, az, jó? Igen, az, az, Igen, azt az Mikinek hívták, azt Mickey. hiszem, ha jól emlékszem. És az nagyon sajnáltam, azért kár volt szegény. Tehát, hogy azt így nem, az van, a dramaturgiailag kellett a könyvben, nem? Az, az pont jó volt, tehát egy jó motivációt adott neki, és, és megmutatta, hogy igenis tud ő neki, tehát ő is tud kötődni, meg érzelmeket, meg az, hogy egy, egy, ember és egy robot között is létezhet nagyon erős kapcsolat. De ott a, a lényeget, amikivel még... Mik az nagyon szimp... Bocsai, szabad, de mika az én szimpat... és keves az időm, Mika az egy szimpatikus figura volt, a könyv humorát mutatja, hogy egy olyan robotról beszélünk, aki iszonyatosan jó szenzorai vannak, valamennyi szinten okos, és iszonyatosan ártatlan. Az öldöklő megmagyarázza a Mikinek, hogy ne el a többieknek, hogy ő ott van, volt, van, volt egy, egyfajta akciójuk, amit majd, ha valaki elolvasni a könyvet, megtalálja, és hogy ő, ez az öldöklőnk ő, nem tudták a többiek, hogy ott van. És meg tudta magyarázni a Mikinek, a többiek érdekében van ő inkognitóban. És ez a Miki, ez érzelmi kapcsolatot ápolt a tulajdonosaival. Gazdájával. A gazdájával, de emellett meg iszonyatosan naív volt, és ezáltal nagyon kedves, és ezek megint olyan, olyan húrokat pengettek meg bennem, hogy ahogy most is beszélünk róla, és hogy, hogy sajnálom, hogy, hogy meghalt. Tehát azt mondanám, hogy meghalt. Tehát, hogy ez lehet, hogy sokat elárul rólam, hogy, amellett, hogy antropomorfizálni tudom az a, a tárgyakat, vagy a gépeket, de hogy számomra, mondjuk, hogyha lenne egy olyan gép, ami, ami öntudattal rendelkezik, számomra pontosan olyan értékes lehet, mint egy ember például. Itt ez, ez látszott a, a, a könyvben is, tehát, hogy ezt, ezt próbálta, de így, hogy, hogy elvesztette, tehát, hogy meghalt a robot kvázi, vagy megsemmisült, így nagyobb értéket nyert pont ez a, ez a kapcsolat, meg ez a, ez a gondolat. Ha életben maradt volna, akkor ez szerintem tompította volna, nem lett volna ennyire erős. Tehát ez kell ahhoz, hogy az ember jobban átérezze. Tudjuk, hogy mindig azt értekeljük a legjobb, amit elveszítünk. Tehát, hát, hogy... na én igen, ezt nem szerettem, de. De hogy ez a valóság? Tehát hogy sokkal jobban értékeljük, miután elvesztettük, mint mikor megvan. Igen, a lényeg, a lényeg, hogy, hogy még annyi történik, hogy hogy ez a öldöklőnk ezzel a a menzával érzelmi kapcsolatot ápol, és amikor a bajba balba kerül, akkor ő gyakorlatilag megmenti, illetve mell ez mellett ő felépít magának egy, vagy egy karriert, biztonsági tanácsadóvá zsálódik. Hát legalábbis úgy tesz, mintha, mintha az lenne, úgy adja el magát, és akkor ebben ő értelmet keres az életben. Én később még folyamán lesz a munkája is, illetve ez lesz tulajdonképpen a szakmája. Igen, de ebből is látszik, hogy nem csak filmeket akar nézni, ahogy az elején ő állítja magáról, tehát neki kell valami hasznos, tehát ő azt akar, hogy hasznos legyen. Nem mondom azt, hogy hasznos tagja a társadalomnak, de hogy kell, kell neki valami drive, valami, ami motiválja, hogy valami hasznosat csináljon. De mindannyiunknak kell szerintem, tehát hogy azt mondja legalábbis a, a Csernos doktor talán, ha minden az ő azt mondta, hogy addig... Ö tudsz életben maradni, amíg van értelme az életednek, és hogy gyakorlatilag sokszor a nyugdíj után az szokott baj lenni az emberekkel, és azért halnak meg viszonylag korábban. De bocsánat, hogy rosszul idézem egyébként, tehát fenntartom a tévedés esélyét, hogyha az ember elveszíti az élet célját, előbb-utóbb az élete is elmegy. És ugye már akkor ezek szerint ez az igazság erre a robotra is igaz. Hát kell, az öntudat valószínűleg ezzel együtt jár, legalábbis az író szerint. Ennél tovább nem tudjuk boncolgatni, mert tényleg a végére értünk a mai adásidőnknek. Annyit akartam még itt gyorsan megjegyezni, azoknak, akik nem csak a könyveket szeretik, hanem, hanem a filmeket is, vagy a filmadaptációkat. Egy jó hír, hogy még tavaly decemberben jelentette be az Apple, hogy sorozatot készítenek az zöldöklő naplókból, úgyhogy szerintem hamarosan várható a következő egy éven belül nagy valószínűséggel meg fog jelenni egy sorozat, ahol megnézhetjük tulajdonképpen, hogy és mint dolgozzák fel, és mit csinál a mi öldöklünk. Én kíváncsian várom. Szerintem egy pont olyan könyvből jó akció sorozatot lehet csinálni, egy kifejezetten jó science fiction sorit, telefeszültséggel és akcióval. Nem tudom a belső monológokat mennyire fogják tudni megcsinálni, de, de vit vitába akarom szállni veled, de akkor saját magad. Majd meglátjuk. Tehát, hogyha nem, akkor majd a párbeszédekből szerintem sok mindenki fog jönni. Ki fog derülni? Vitatnál. Meglátjuk. Igen, hát, meglátjuk. Majd az idő eldönti. Szerencsére nem az én dolgom megfilmesíteni, én nem vállalkoznék rá, nem lennék elég jó ebben, úgyhogy meghagyom ezt másnak, meglátjuk, hogy mennyire is hogy fogják tudni megcsinálni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk tartott. Én is köszönöm. Jó magam, és Josi nevében is köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönöm minden munkatársamnak is, aki paralaxis Univerzumban van, és segít, hogy ezek a műsorok elkészüljenek, és szép vágott formában eljussanak a hallgatóinkhoz. Gyerekek, hogyha valakinek ötlete van, esetleg valami jó könyvre, amiről szeretne hallani, hogy mi beszélünk, írjatok meg, oké? Okay? Szóval várjuk az ajánlókat, hogy melyik könyvről hallgat, hallanát, hallanátok szívesen a mi kettőnknek a véleményét, vagy a kibeszélését, úgyhogy írjatok nyugodtan. Addig is jó olvasást mindenkinek, szíjatok. sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.